Köszöntöm a Panongazda nézőit! Mai műsorunk kiemelt témája ismét az aratás lesz, illetve a másodvetés. A folytatásban pedig utána járunk, hogy milyen támogatásokban részesültek az elmúlt napokban és hetekben a mezőgazdasági termelők. Ezután pedig Tamásfalvára is ellátogatunk, ahol idén a legtöbb füsti fecskét számolták meg egy gazdaságban. De az újvidéki kiállításról is szó esik. Bemutatjuk azt a nyertest, aki elvitte a John Deere traktort. Mindezek előtt azonban legfrissebb terménytőzsdei áraink következnek. A végéhez közelek, sőt sok helyen már véget is ért az aratás Vajdaság területén. A hozamok átlagosnak mondhatóak, a felvásárlási árakkal viszont elégedetlenek a termelők. Remélik, hogy ez a jövőben változni fog majd, illetve emelkedni. Az évnek az érdekessége, hogy idén egyre többen döntöttek úgy, hogy másodvetést is alkalmaznak. Az árpához és az olajrepcéhez hasonlóan a búza aratása is a vártnál jóval korábban kezdődött idén. A kombájnok megállás nélkül dolgoztak az elmúlt hetekben. Az idei év több szempontból is más, mint az eddigiek. Míg tavaly a kenyérgabona aratása július közepén ért véget, idén egy hónappal korábban, már június közepén befejeződött. A felvásárlási árak településenként eltérőek. Oromon és környékén jelenleg 20 dinár a búza kilogramonkénti akontációs ára. Az elmúlt években rendkívüli befektetést igényelt a búza védelme a termelők szerint, idén azonban nem jelentkeztek gombabetegségek, és a kártevők sem tizedelték a termést. Annyi probléma adódott a búzával, hogy most júniusban, hála jó Istennek, kaptunk jelentősebb csapadékokat, és némi kimosódás történt a beltartalomból, de az se olyan mértékű, hogy ne lehetne kezelni, illetve hála jó Istennek a kapásoknak viszont azok az esők nagyon jót tettek. Ennyi áldozatot meg lehetett hozni. A búza aratásának befejeztével sem áll meg a munka. A napraforgó virágzása már szépíti a tájat, így augusztus elején megkezdődhet az olajos növény betakarítása is. A 2024-es év érdekessége, hogy a korai aratás miatt többen döntöttek úgy, hogy megpróbálkoznak a másodvetéssel. Ennek egyik oka, hogy időben be tudták takarítani a kalászosokat, és a talaj nedvesség tartalma is még megfelelő. Ilyenkor leginkább kukoricát vetnek a gazdák, amelyet később értékesítenek, vagy pedig takarmányként tárolják a jószágok számára. Pletikoszi Tibor most először próbálta meg ezt a gazdálkodási módszert. Az árpa májusi betakarítását követően került a tengeri a földbe. Június 3-án egy új technológiával bevetettük ezt a földet, és ez az új technológia nem direkt vetésből áll, hanem egy teljesen más módszer. Tehát kettő gép kombinációjával történt meg ez a másodvetés. Az első gép az előbb megnyitja a földet, körülbelül 15 cm mélyen kiveszi egy 5 cm széles sávban a földet, azt visszahelyezi, enyhén visszatömöríti, majd utána jön egy hát klasszikusnak mondható ültetőgép. Ez az ültetőgép 6 cm mélyre beletette, mi 6 cm mélyre állítottuk a kukoricát, és ahogy láthattuk is, szerencsénk volt, enyhén nedves földbe került a mag, és az a 6 cm-re vetett mag 5 nap után kezdett bujkálni. Amit most az előbb láthattunk, az 8. nap a vetéstől kezdve, és rendkívül gyorsággal fejlődik. Biztos nem fogja utóérni az első vetésű kukoricákat, ellenben számítunk arra, hogy ez egy 280-as éréscsoportú hibrid, tehát körülbelül 100 nap alatt véget ér a vegetációja neki. Azt jelenti, hogy július, augusztus, szeptember közepére várható az érés, ami teljes mértékben megfelel még az utána való elmunkálás lehetőségének és az utána való normál vetés lebonyolításának. Tehát ilyen évre még az eddigiekben nem emlékezünk, nem tudjuk, hogy volt, én legalábbis nem tudom, hogy lett volna valamikor is ennyire korai aratás.
A termelők szerint fontos lenne minél többet termelni, hiszen hiányoznak a pénzeszközök a gazdaságokból. Közben ezzel párhuzamosan egyre nagyobb arányban nő azon területek száma is, amelyeket öntözni kell. Fontos tényező az is, hogy a talajnak is kedvez, ha be van vetve, ugyanis a növény védi a naptól, a széltől a földet, vélik a szakemberek. Kőrösi László agrármérnök szerint idén minden feltétel adott, hogy a másodvetésű növények kellőképpen fejlődjenek és jó hozamot produkáljanak. A gyakorlatban, tehát most ez az év egy ideálisnak mutatkozik a másodvetésre, tehát hogyha már elkezdjük aratáskor a másodvetést művelni, tehát úgy lenne ideális, hogy ne tapossuk meg sárosan a talajt, és a szalmát, ha nem takarítjuk be, akkor szétszóratni a talaj felszínére. Ez úgymond a talajnak a szalmak alapja, védi a párolgástól, védi a napfénytől, és utána direkt vetőkkel, vagy ilyen nehezebb szemenkénti vetőgépekkel, ami tárcsás vetőszerkezetű, belevetjük a kukoricát, vagy amilyen növényt szeretnénk, és utána tehát ki fog kelni. Ha gyom problémáink vannak, ha bár az idei évre nem jellemző, abban az esetben, tehát vetés után totál gyomirtóval, vagy pedig a későbbiek során, ha vannak problémák, tehát van elég széles spektrumú gyomirtószer, ami tehát ki tudjuk írtani vele. Ami az öntözést illeti, tehát mind jobban csinálják az altalaj öntözést, tehát a csepegtető öntözést alulról, ami igen hatékonynak mutatkozik, és ezáltal tehát stabilizálni tudjuk a termésünket. Mennyi tud teremni, tehát tavaly, ahol besegítettem, ott körülbelül olyan 8,5 tonna termet hektárján, előtte pedig olyan 7,5-8 tonna sörápa. Tehát két termés, természetesen a tápanyag visszapótlásra oda kell ügyelni, tehát már ha vetjük vetőgéppel, direkt vetőgéppel, akkor egy kis tartműtrágyát illene adni a növénynek. A fejlődése folyamán lomtrágyán keresztül tápanyagot, biosztimulátort, és amikor elvégezzük a betakarítást, ha öntözött a terület, aranyszabály, hogy istállótrágyát kell talajba juttatni, hogy a talajnak a szerkezetét, termőképességét, állagát fent tudjuk tartani, hogy a következő évben is tudjon teremni. Óriási problémát jelent, hogy elviszik a szalmát a parcelláról, és utána semmit se adnak vissza. Tehát ez bűn. A másodvetést az elmúlt években főként a jószágtenyésztők alkalmazták takarmányozás céljából, emelte ki Bata Erzsébet, a Magyar Kanizsai Gazdakör elnöke. Nedvesség van, gyönyörűen ki fog kelni, hogy meddig tart majd a nedvesség, ezt nem lehet tudni, hogy mennyire fog kifejlődni, természetesen ez a jövő időjárástól függ legjobban. Egy kis befektetéssel jár maggal, vetőmaggal, nagyon sokan direkt beteszik tarlóba, bemunkálás nélkül, vagy csak nagyon sekély bemunkálással, ez eddig rendben is van, a későbbiek folyamán viszont nem lehet tudni, hogy ki fog-e fejlődni tökéletesen. Ez mindenképpen a jószágtartóknak egy nagyon-nagyon pozitív megoldás, mert amelyben nem fog beírni az a bizonyos másodvetésű kukorica, le lehet silózni és hasznosítani lehet takarmányként. Előre semmit sem lehet tudni, ellenben aki igyekszik, annak valószínű valamelyest, valamekkora mértékben sikerülni fog. A szakemberek úgy vélik, hogy a következő időszakban szépen tud fejlődni a növény, de még csak most kezdődött el az igazi nyár és a vele együtt járó kánikula. Nagyobb mennyiségű csapadékra pedig akkor is szükség lesz, amikor a növény eléri az érési fázist. Állattenyésztőkkel és méhészekkel írt alá támogatási szerződést a tartományi mezőgazdasági titkárság az elmúlt napokban. A támogatások kiosztásának pedig nincs vége, ma ugyanis a vadászegyesületeket támogatták. A tartományi mezőgazdasági titkárság a beruházások értékének 70%-át támogatta az állattenyésztők számára. Mi elsősorban tejtermeléssel foglalkozunk. A pályázaton pályáztunk ilyen fejűház felújításra, tehát a fejűberendezést fogjuk felújítani.
és tehát itt a maximálisan kihasználtuk, a 2 millió dinárt kapunk támogatást, az összértéke pedig a beruházásnak 7 millió dinár. A megpályázható támogatás összege minimum 150 000, maximálisan 2 millió dinár volt. Armatrakra, homlokrakodóra, bálahordásra és ganizásra fogjuk használni. A támogatás az az adó nélküli összeg 70%-a. És mekkora összeg volt ez? Nálam 670 000 dinára teljes összeg, szóval a PDV nélkül az 570 000, annak a 70%-a, szóval 400 000 dinár. Az állattenyésztés fejlesztése növeli a termelési hatékonyságot és az export lehetőségeket is, amik hozzájárulhatnak a gazdaság növekedéséhez. A pályázók olyan beruházásokra tudtak pályázni, amelyek az állattenyésztést, mint ágazatot segítik. Ilyenek a farmi felszerelések, tehát szarvasmarha, sertés, juh, kecske és baromfi farmok felszerelésére tudtak pályázni. 2016 óta a titkárság 766 beruházást támogatott 692 millió dinár értékben. Nem csak az állattenyésztőket, méhészeket is támogatott a tartomány. Szerdán 105 méhésszel írt alá támogatási szerződést a tartományi mezőgazdasági titkárság. A keretösszeg 30 millió dinár volt, pályázóként 50 és 350 000 dinár közötti összegeket hagytak jóvá. Egyébként az idei tavasz sem volt ideális a méhészek számára. Az akác sok helyen elfagyott, ezért hiány van az akácmézből. Nagy Éva és párja jelenleg 23 méhcsaláddal foglalkozik, és bíznak abban, hogy a napraforgó sikeresebb lesz, mint az akác volt. Már ilyen 3-4 éve foglalkozunk, de most úgy döntöttünk, hogy elkezdjük a jegyesemmel, hogy mi ketten közösen, mivel hogy ezt így szeretnénk tovább folytatni, mivel hogy az ő szülei és az én nagyszüleim is ezzel foglalkoztak, hát a méhcsaládokra pályáztunk. A méhek beporzó képessége nagyon fontos a mezőgazdaság hatékonyságában, nélkülözhetetlenek a megtermékenyítés folyamatában. Ez jelentősen hozzájárul a hozam mennyiségéhez és minőségéhez egyaránt. A támogatások pedig nem fejeződtek be a méhészek után. Pénteken a vajdasági vadászegyesületek számára osztottak ki támogatásokat Újvidéken. Az újvidéki mezőgazdasági kiállítás nyereményjátékán Paska Oszkárra mosolygott rá a szerencse, aki elvihette a főnyereményt, ami nem más volt, mint egy John Deere márkájú kompakt traktor. Ezzel bővült a gazdasága, a gépet a napokban vehette át. A 45 lóerős traktort érő belépőjegyet Paska Oszkár még kézbe sem vette a kiállításon. Felesége és gyermeke töltötték ki és dobták az urnába. Amikor a temeréni gazdát értesítették telefonon nyereményéről, azt hitte valaki csúftréfát űz vele. Te igen, csak elhiszed, de most érted, hogy is tényleg valójában mindegy égi jelet vesz az ember, a paraszt ember előbb-utóbb, ha nem hívő ember lesz, mindegy égi jel, hogy a család ott van, akkor fölülrülje az égiek is rátok mosolyognak. A kompakt traktor számos erőteljes tartozékkal szerelhető fel. Mozgékonysága és irányíthatósága miatt sokféle munkálatra ideális. Nagrada je traktor John Deere serija 5D 45 konjskih snaga. To je jedan prateći traktor koji ima posla na svakom imanju. Na manjem imanju je glavni traktor, a na onim većima je, da kažemo, sporedni za prateće radove i za pripremne radove i za stočarske farme i za transport jedne do dve prikolice. Znači, jedan traktor vrlo da kažemo, skromnih zahteva za održavanje, a velikih mogućnosti za aplikaciju. Egy ilyen gép piaci ára adóval együtt mintegy 20 000 euró. A
folytatásban pedig a Bánáti Tamás falvára invitáljuk Önöket, mégpedig a Szekulla család gazdaságába, ahol idén a legtöbb füstifecske fészket számlálták meg, nyereményük pedig 1 tonna kukorica. Az értékelőbizottság ezúttal a legtöbb aktív fecskefészket, 55-öt a Bánáti Tamás falván, a Szekulla család gazdaságában számlálta meg. A jószágnak köszönhetően sok légy és apró rovarok vannak, amit a fecskék nagyon szeretnek, és akkor így elszaporodtak. Évről évre több fecskefészek van, és egy évvel kétszer költenek, úgyhogy mindig szaporodnak, gondolom, hogy sok visszatér hozzánk, és nagyon szeretnek itt lenni. Az istálóba is repdesnek állandóan, összeszedik a legyeket, így nem kell permetezni. A jószág állomány növelésével szaporodott a fecskefészkek száma a Szekulláék istállóiban. Mint mondják, a madarak a kora reggeli órákban a legaktívabbak, de a fiókák etetése egész nap folyamatos. Mit jelentene? Örömet jelentenek, mivel hogy szépen csiripőnek, mikor bent vagyunk, együtt dolgozunk, úgyhogy szépek, nagyon szép is madarak, úgyhogy csiripelnek, mikor fejünk, minden, és akkor kiberepkednek. Különösen, mikor ide érkeznek, akkor nagy az üdvözlet, úgyhogy az... A tavalyi győztes gazdaságában 75, tavaly előtt pedig 72 aktív fecskefészekkel nyertek első helyet. Ez is azt mutatja, hogy a fecske populáció száma ingadozik. Európában a fecskék száma csökken. Néhány 10 000 vagy 100 000 fecske egyeddel kevesebb van minden évben, hogyha az európai állományt nézzük. A fecskék igen nagyon érzékeny állatok, érzékenyek a klímaváltozásra, mert rovarokkal táplálkoznak, akiknek megváltozik az aktív periódusuk a klímaváltozás miatt, és akkor nincs mivel etessék, a fiókákat leverik az emberek, a fészkiket sajnos még mindig. Érdekesség, hogy a román határ szomszédságában fekvő, jobb időket is megélt Tamásfalva egyetlen aktív gólyafészke is Szekulláék háza előtt áll. Ennyi fért a Panongazda mai adásába. Jövő héten ismét várom Önöket aktuális mezőgazdasági témákkal és érdekességekkel. A viszontlátásra!